Tisztelt utasaim, Avagy nézzük meg, hogy kezdődött az idei balatoni retro, és utazzunk el Keszthelyről Budapest déli pályaudvarra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok Önöknek! A TNT Sáradóvai utazó személyzetének nevében szeretettel köszöntöm Önöket! A Fonyódon és Hiófakarán Budapest déli pályaudvarán közlekedő 865-ös számú Retro Balaton Intercity vonatfegyelzetét. A nevetróbor infogomban Önöket tájékoztat ki járatú menetrendjéről, fegyelzeti szolgáltatásairól és az egyéb tudnivalókról. Járatú Budapest déli pályaudvarán menetrend szerint csak Balaton Szentgyörgy, Balatonbering, Balatonmáriafürdő, Balatonfegyves, Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszemes, Balatonszerszó, Balatonföldvár, Szamárdi, Fiókok, Székesfehérvár és Budapest-Keremföld állomásokon és megállóhelyeken áll meg. Tájékoztatom Önöket, hogy járatunk fedélzetén, valamint a vasútállomások és megállóhelyek utasforgalom részére megnyitott területein a dohányzásnak, a dohányzást imitáló elektronikus eszközök használata szigorúan tilos. Tájékoztatom Önöket, hogy a vonat elején egy-egy kocsiszámmal retro utas ellátó kétkedő kocsi közlekedik, ahol utazásunk helyes időtartama alatt szívesen látja Önöket. Komfortkocsi ülései meglehetősen kényelmesek, ugyanis egy több rétegű, puha szivacs réteg található rajtuk. Tartozékok továbbá egy ilyen felhajtható kis asztal, amely egy elég érdekes mechanika alapján működik, ha bár a funkcióját kétségkívül kielégíti. Az ülések láptere elég nagy, kényelmes, illetve az ülések háttámlája is több fokozatban állítható és egy gombnyomással visszadönthető az eredeti pozíciójába. Thank you.
Passengers will shortly be arriving at Balatonmáriafürd station. Please note that this train will arrive at Balatonmáriafürd station with a recent delay of 7 minutes due to traffic reasons, for we wish to apologize. We would like to thank our elating passengers for traveling with us. Goodbye.
Bélatelep vasúti megállóhelyet elhagyva jön a 30-es számú vasútvonal, kétségkívül legszebb része. Innen tökéletesen látszik az egész Balaton, illetve a túlparton a Bajdacsony-hegy is. Itt régen fák akadályozták a kilátást, azonban a felújítással egy időben ezeket kivágták, így most már akadálytalanul élvezhetjük ezt a panorámát. Fonyód állomásra V-Max 120-szal, majd 100-zal rongyoltunk be. Itt található az ország, tudomásom szerint egyetlen köfibe bekötött hagyományos csapórudas tekerő sorompója. Az erről készült videókat a jobb felső sarokba kattintva tudjátok megnézni. Tájékoztatok kedves utasainkat, hogy elrátó megállását követően az ajtó a menet irány szerint jobb oldalon nyitható. Zamárti után meglátogattuk az étkezőkocsit is. Ez nem volt más, mint a MÁV egyik, egészen pontosan a 101-es pályaszámú VRMZ, azaz a KAF által gyártott nagytermes étkezőkocsi. Ez sokak szerint a Magyar Vasút egyik legszebb étkezőkocsia, és teljességgel egyet lehet velük érteni, ugyanis ez a vörös-sárga-fehér dizájn rendkívül jól áll a kocsinak, amelyet 1994-ben gyártottak.
Most rá is térhetünk az étlapra. Az utas ellátó, a korábbi évek szokásait megtartva, idén is egy bőséges választékot kínál a Balatonra tartó vonatok étkező kocsiaiban. Minden célcsoport találhat igényének megfelelő ételt, illetve italt. Az árszínvonal azonban sajnos meredeken emelkedett a tavalyi évekhez képest, de ennek ellenére még mindig egy megfizethető szolgáltatás. Én egy őszi barackrémlevest, illetve egy zöldfűszeres csirkeragus lepényt rendeltem. A levessel minden rendben volt, jól állt neki a tejszínhab. Látszott, hogy valódi őszi barack, legalábbis őszi barackklé van benne. A közel 2000 forintos ár már egy picit túlzó lehet. A lepény, amely kétszeresére drágult 2021-hez képest, még mindig az utasellátó egyik legjobb találmánya. Ízletes, meleg, fűszeres és nem utolsó sorban laktató étel. Én a két ételért összesen 4000 forintot fizettem, mindenki megmondhatja és eldöntheti magában, hogy ez megéri-e neki vagy sem. Ez a Balaton Intercity egy teljesen retro szerelvényt kapott, nem úgy, mint például egy retro kék hullám, amelyben ugyebár BMX kocsik is vannak. Az egyetlen hiányosság a most következő BP2044-es kocsi, habár ebből már tudomásom szerint csak a Gyesevnek van eredeti belterű, de a retro összképhez nem sokat tesz hozzá. Ezután viszont következik az igazi nosztalgia, ugyanis egy BKO kocsi. A róla készült videót a jobb felső sarokba kattintva tudjátok megnézni. Illetve kettő darab BO kocsi közlekedik, amelyek ugyebár a BKO-nak az elődjei. Ezután még egy nagy klasszikus, a 2080-as Bautzeni kocsi is beköszön. Majd egy 94-80-as középszámú DD pakli kocsival zárjuk a sort, amelyben most rendhagyó módon csak egy kerékpár foglalt helyet, a vonat legforgalmasabb szakaszán is. A vonat csak Budaférvény, Barostele, Érsziget, Érfelső, Tárlok, Martonvásár, Baracska, Kápolnási, Merence, Gázony és Adár állomásokán megy.
2023-as gyorsított személyvonat érkezik, kőváncsos lesz felelőtt a vezetőszállányai, hogy tovább 2023 vonat Én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, iratkozz fel, lájkold és írd le a véleményed kommentben. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!